utolsó előadója pedig dr. Lackó Sándor, aki a Szegedi Tudományegyetem Klebersberg könyvtár különgyűjteményi osztályának vezetője, valamint a filozófia tanszék oktatója. A kutatási területe az eszme és recepció történet, az erkölcs filozófia és a magyar filozófia történet. Legutóbbi kötete a Dolog és a szó pedig 2013-ban jelent meg, ma pedig az önállítás lesz az ő fő témája. Fogadjátok őt nagyon sok szeretettel, Lackó Sándor. Köszönöm szépen a lehetőséget, ezt ugye elteltem. És hogy rögtön reflektáljak arra, amit elhangzott eddig, és kicsit viccesen, vagy tréfásan, ugye mondhatnám azt, hogy egy valami kimaradt a listáról, az érvénye, hogyan érvényesüljünk listájáról, mert hozzátehetnénk, hogy hazudj. Most ez persze egy kicsit tréfás dolog, de lehet, hogy mégsem annyira. Mert ki fog derülni, hogy miért. Ha érvényes érvényesről beszélünk, illetve Évi az érvényesülésről beszélt, akkor én ezt egy másik szóval helyettesíteném, és még mindig a reflexiónál tartok. Mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy önmagunk pozícionálása. Most mi, ha más nem, mint a hazugság, ami önmagunk pozícionálásának az egyik eszköze, és akkor már is közel vagyunk a témához. És még mindig reflektálni fogok, utána elkezdem a mondandómat, hogy mire vágyunk akkor, amikor érvényesülni akarunk, ez volt az utolsó kérdése Évinek. Arisztotelész Nikomakhoszi etikájának van egy különös mondata, vagy érdekes mondata, vagy gondolata, ami úgy hangzik, hogy az ember alapvetően elismerésre vágyik. Hogy elismerés miatt akarunk érvényesülni, vagy más miatt, ezt majd a előadások utáni beszélgetésben egyeztethetjük. Ugye a hazugságról és önállításról szólna az előadásom, és akkor föltehetjük rögtön a kérdést, hogy miért a hazugság és miért az önállítás, hiszen mind a hazugság, mind az önállítás olyan téma, amelyhez mindenki ért, tudjuk miről van szó, különösebben nem kell vele foglalkoznunk, mélyen bele van ágyazva a hétköznapi életünkben, fogalmilag, nyelvileg, otthonosan mozunk benne, sőt azt is mondhatjuk talán, hogy gyakorlott hazudozók vagyunk. Senkit nem akarok megvádolni, természetesen magamról beszélek. Tehát, hogy egy hétköznapi jelenséggel van dolgunk, ami igaz is, de azt is állítom, hogy több lenne a hazugság, mint pusztán egy hétköznapi etikai kérdés, hanem azt mondom, hogy egy komplex jelenséggel van dolgunk, egy olyan komplex jelenséggel, amelyben kifejeződik az önmagunkhoz való viszonyunk, a másik emberhez való viszonyunk, és a világhoz való viszonyunk. És akkor már meg is tettük az első lépést a hazugság problematika felé. Jobbára ugyanakkor a hétköznapokban nem nagyon szoktunk a hazugság problémával foglalkozni, egy esetben igen. A bennünket ér sérelem, a bennünket vernek át nagyon csúnyán, és ennek károlottjai vagyunk, akkor reklamálni szoktunk. Önmagunk hazugságaival már megbocsátóabbak szoktunk lenni, de hogyan vagyunk az önállítással, ezzel fogok foglalkozni még majd a későbbiekben, de egy kis időt kérek hozzá. Ugyanis azt gondoltam, hogy a hazugság problémáról én segítségül hívok klasszikus filozófusokat, illetve klasszikus világirodalmi alkotókat, alkotásokat, de természetesen nem annyira így péntek este, hogy valami spekulatív mélységei merüljünk bele a filozófiának, hanem egyszerűen a segítség alatt azt értem, hogy természetes módon a filozófiai gondolkodás kezdeteitől, vagy nevezetesen legalábbis Platontól és Arisztotelésztől kezdődően mostanáig, sőt a klasszikus drámairodalom kezdeteitől máig a különböző alkotók, gondolkodók reflektáltak mind a hazugság, mind pedig az önállítás problémájára. És néhány alapvetést szeretnék bevezetésképpen ezzel kapcsolatosan mondani. Tehát azt mondtam már, ugye, hogy állítottam, hogy komplex jelenséggel van dolgunk, hétköznapi jelenség ugyan, de mindannyiunknak dolga van vele, találkozunk vele, sőt, művelői is vagyunk, vagy én legalábbis bizonyosan. Azt is állítom, és ez még mindig a bevezető gondolathoz tartozik, hogy nem feltétlenül káros. A hétköznapjainkban úgy van belekódolva a hazugság, mindannyian így gondolunk elsősorban a hazugságról, hogy valami káros, rossz dolog, amitől jobb megtartóztatni önmagunkat,
sőt adott esetben nehéz megvédenünk önmagunkat. Én pedig azt mondom, hogy nem feltétlenül káros, megvan a maga hétköznapi funkciója, attól függ, hogy mire használjuk, ugyanis lehet számunkra egyfajta tükör is. Azzal, ahogyan hazudok, az megmutatja, hogy hol vannak a saját problémáim. Ez az egyik, illetve már többedik állításom. Azt is állítom, hogy a hazugság maga az egy nagyon természetes jelenség, természetes jelensége az életnek, sőt, része az emberi természet megnyilvánulásának. Valamint azt is hozzátehetjük, hogy nem csak emberi dolog, hiszen az állatvilágban is találkozunk hazugság problématikával. Föltetném azt a kérdést önöknek, hogy mit gondolnak arról, egy átlag ember naponta hányszor hazudik? Van, aki tudja? Elárulom, vannak ilyenek, hogy hazugságkutatók, általában pszichológusok szoktak ezek lenni, és az ő vizsgálataiból az derül ki, hogy egy átlag ember naponta körülbelül 200-szor hazudik. Én megkérdeztem a hallgatóimat ennek kapcsán, és ők azt mondták, hogy szerintük ők 3-4-szer. És megdöbbentek akkor, amikor azt mondtam, hogy 200. Természetesen itt a 200 esetében nem előre megfontolt, nyereségből, lágyból elkövetett, durva hazugságokra kell gondolni, főleg nem élethazugságokra, az is része lehet, hanem apró dolgokra. Tehát olyasmire, hogy a hogy vagy kérdésre az ember azt válaszolja, hogy jól, abban az esetben is, ha egyébként kutyául érzem magam. És így tovább, ami már rávilágít arra, hogy a hazugságnak van egy olyan funkciója, amivel önmagamat védem. És adott esetben nem feltétlenül ártok vele senkinek. Fölveti ez a kérdés, vagy azt a problémát is, hogy vajon lehet-e minden körülmények között igazat mondani. Vannak olyan gondolkodók, például Szent Ágoston és Kant, akik azt mondják, hogy minden körülmények között igazat kell mondani az embernek. A nyelv az arra való, hogy igazat mondjunk vele, hogy a valóságot írjuk le vele. Nem problémátlan ez a kijelentés, majd vissza fogok még erre térni. Mindössze arra szeretném itt fölhívni a figyelmet, hogy a minden körülmények között való igazmondás az nem egyszerű. Több minden akadálya lehet, például az igazság ismeretének a hiánya is. A következő állításom az, hogy a szocializációnk része az, hogy mint egy belenövünk, beleszokunk saját családi, kisközösségi közegünkben abba, hogy hogyan kell, vagy hogyan nem szabad hazudni, illetve hogy nem szabad hazudni, valamint azt is elsajátítjuk, hogy hogyan kell és hogyan szabad. Tehát a szocializációnk része mindez. Egy adott közösség nem csak azt várja el tőlünk, egy társadalmi közeg, hogy ne hazudjunk, hanem ha már hazudunk, akkor milyen konvenciók szerint tegyük azt. Mondok erre egy példát. Ugyancsak ezek a hazugságkutatók, akire már tettem utalást, végeztek óvodások körében fölmérést. 4 és 6 éves óvodásokról van szó, egy Claudia Bilan nevű pszichológus könyvéből vettem ezt a példát. Tulajdonképpen eljátszották velük a tiltotva gyümölcse esetet. Egy terem közepébe sok-sok játékot tettek le. A 4 éves óvodásokat, mondjuk így kiscsoportos óvodásokat magukra hagyták, és azt mondták, hogy gyerekek, mindennel szabad játszani, de ott van az az egy ott középen, ahhoz nem szabad nyúlni. És mit gondoltak, mi történt? Az történt, hogy a gyerekek nagy hányada ezt tiszteletben tartotta, de mindig van egy-kettő, aki oda kíváncsiskodik. Persze kívülről az óvónők figyelték, illetve a vizsgálat vezetői figyelték az eseményeket, majd pedig bejöttek és megkérdezték, hogy na gyerekek, milyenek voltak a játékok, nyúlt-e valaki hozzá ahhoz az egyhez? És az történt, hogy a gyerekek kórusba befújták Pistit, Jancsit és Erzsit, hogy ők hárman oda mentek, és hozzányúltak a játékhoz. Eltelt 2 év, nagy csoportosok lettek ezek az óvodások, eljátszották velük ugyanezt. Teljesen más történt. A csoport nagy része odament és játszott a játékokkal, hozzányúlt a tiltott fagyümölcséhez, vagy leszakította, úgy tetszik.
majd pedig bejöttek az óvónők, illetve a vizsgálat vezetői, újra megkérdezték, hogy mi történt, és nem mi történt. A gyerekek kórusban hazudtak, hogy senki nem gyújt semmihez. Na persze a dolog pikantériája az, hogy ilyenkor mindig akad egy-kettő, aki majd oda sündöreg és szépen csendbe az óvónőnek megsúgja, hogy azért ott más is történt. Azt akartam ezzel a példával mindössze jelezni, hogy a szocializációnk a része az is, lásd érvényesülés, vagy pozícionálás, hogy hogyan hazudjunk, vagy hogyan ne hazudjunk. Egy adott közösség kizárja magából azt, aki nem úgy hazudik, vagy nem úgy viselkedik, lásd már az óvodások is, hogyan azt a közösség érvényesülése, pozícionálása, mindegy, minek nevezzük, elvárja. És akkor hazugság. Így azt mondtam, hogy klasszikus szerző, klasszikus műveit fogom segítségül hívni. Legelőször Ibsent és Nietzsét. A kettő között ugyanis sajátos összhang van. Ibsennek a Vadkacsa című művéről beszélek egy pár mondatot, illetve Nietzsének van egy ilyen című műve, aminek az a címe, hogy a nem morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. Ismeretelméleti problémáról fejteket, de másról is szó van benne, mindjárt idézni is fogok belőle. Ha úgy tetszik, sajátos összhang van a kettő mű között, ez az összhang pedig egy gondolatban megfogalmazható. Ami nagyon röviden úgy hangzik, hogy az élet valódi mozgatórugója a hazugság. És ezt persze egy kicsit azért bővebben is leírják természetesen, de ez egy nagyon különös állítás, ha úgy tetszik, föl is háborodhatunk rajta, hiszen annyi minden más és mozgatórugója még az életnek, de hogy mi körül forog valójában, ez a két szerzőlete, két mű, a hazugságot tette középpontba. Hogy hogyan tette ezt Nietzsche? Egy rövidet hadd idézzek az említett műből. Idézem. Az intellektus, mint az individuum önfenntartásának az eszköze, leginkább az önálcázásban mutatja meg, mire képes. Az önelváltoztatásnak ez a művészete az emberben él a csúcspontját. Itt ugyanis a megtévesztés, a hízelgés, a csalás és ámítás, a hát mögött beszélés, a reprezentálás, az idegen tollakkal ékeskedés, a maszkírozottság, a mindent leplező konvenció, a mások és önmagunk előtt való színészkedés, egy szóval az egyetlen láng, a hiúság körüli szintelen körözés, olyannyira szabály és törvény, hogy jószerével nincs fölfoghatatlanabb, mint hogy miképpen támadhatott az emberekben tiszta és valódi ösztön, igény az igazság iránt. Honnan tehát, honnan a csodából ez az igazságra törő ösztön? Tehát miről van itt szó? Honnan a csodából van az emberben kíváncsiság az igazságra, a valóságra, miközben a hiúság körül forog minden? Vagyis Nietzsche értelemben a hazugság. Mondhatnánk arra az egyszerűség kedvére, illetve leegyszerűsítve a problémát, hogy természetesen az, hogy az ember hazudjon, valamilyen fogalma kell legyen a valóságról, az igazságról is, tehát a valóság kontrasztjában történik a hazugság maga. A probléma az, hogyha ebben az esetben nem reflektálunk önmagunkban. Tehát kimerni azt állítani ezek után, hogy a hazugság nem az élet természetes eseménye, nem az ember természetéhez tartozó dolog, és itt akkor engedjék meg, hogy felolvassak egy hosszú listát, ugyanis azt mondom, hogy mind gyakorló hazudozók, mindannyian tudjuk, hogy mi történik akkor, amikor valaki hazudik, kamuzik, megtéveszt, vérvezet, becsap, lódít, tódít, hajít, befolyásol, átver, elárul, hantázik, rászed, vagy éppen elhallgat, netán manipulál, csal, hamisít, nagyot mond, hiteget, füllent, színlel, ámít, nagyzol, szédít, elfed, cseltvet, visszaél, blöfföl, alakoskodik, szélhámoskodik, idegen tollakkal ékeskedik, elmaszkírozza magát, vagy egyenesen önmagát ámítja. Tehát pontos nyelvi tapasztalataink vannak arról, hogy mi a hazugság, és hogyan néznek ki a hazugság különböző társ és a rokonfogalmai, illetve a hazugság szinonimái. Nem beszélve arról, hogy ennek a
nyelvi sornak, vagy nyelvi közegnek megvannak a maga vadhajtása is, ha úgy tetszik, fattyúhajtása is. Itt kérek most elnézést a kifejezésekért, a videóból esetleg majd ki fogják törölni, hiszen azt is tudjuk, hogy mitől történik akkor, amikor valaki valakit átbasz, átkúr, vagy kibaszik vele. Bocsánat. Tehát szép kis családról van itt szó, ők így együtt sokat elárulnak a jellemünkről, átszövik, sőt, olykor átadják az egész életünket. Hogy van ez? Ha ennyi rokon és társfogalma van a hazugságnak, ilyen mélyen a nyelvünkbe bele van ágyazva, akkor véletlenül jelentős szerepe van az életünkben. Ha így van, akkor nem csak hogy fogalmat tudunk alkotni róla, hanem, hogy is mondjam, részesei vagyunk ennek a művelet sornak, amit ezzel a sok fogalommal itt az imént leírtam. Még akkor is, hogyha mindannyiunk számára evidencia, és erről is szól a szocializációnk, amikor felnövünk, tehát mindannyiunk számára evidencia, és minden közösség számára evidencia, hogy hazudni csúnya dolog, hazudni nem szabad, a kisgyereket erre megtanítják, mindannyiunkat megtanítottak erre, tehát a hazugság az rossz és helytelen, szakrális szövegek, jogi paragrafusok, morális konvenciók sokasága szól arról, hogy nem szabad hazudnunk. Hogy példát is mondjak, ugye a Zsoltárok könyvének a 31. részének a 14. verse, hogy azt fogalmazza meg, hogy tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól és ajkadod a család beszédtől, vagy éppen a 8. parancsolat, ne tégy a te felvarrátod ellen hamis tanúbizonyságot. Miért ne? Hát azért ne, mert aki nem tartóztatja meg a nyelvet a hamis beszédtől, aki fele barátja ellen hamis tanúbizonyságot tesz, annak következménye van. Attól Isten elfordul, a lelki üdvössége a tét maga. Ugyanakkor meg azt látjuk, hogy minden tiltás, megfeddés ellenére tere van az életben a hazugságnak, tehát ebbe szocializálódunk bele, rossz dologként tekintünk rá, pejoratív dologként tekintünk rá gyerekkorunk óta, mégis tere van, használjuk. Ha úgy tetszik, a hazugság maga ez egy olyan misztérium, amit nagyon nehéz megfognunk. Nagyon nehéz kitapintanunk, ugyanis az a baj vele, ha szabad így fogalmazni, hogy képlékenyé teszi a valóságot. Hogy kikezdi a bizonyosságot, kikezdi a bizalmat, ha úgy tetszik, olyasmit kezd ki az ember élete szempontjából, aminek nem lehet élni. A morális konvenciók, szakrális szövegek, stb. Nem tiltanák a hazugságot, hát akkor egy is mondjam, hogy röviden az egyszerűség kedvéért szétesznek sem a személyiségük, és szétesznek között. Ugyanakkor mégsem mondhatjuk ezt, hogy a hazugság maga, vagy a bizonyos árnyaltai egyértelműen csak károsak lennének, mert hogy, és ezt állítom, a hazugságnak magának megvannak, köszönöm, a maga védelmi funkciói is. Még akkor is, hogyha a hazugságot magát nagyon nehéz definiálnunk. Egyrészt nagyon könnyű, mert mindannyian tudjuk a hétköznapokban, hogy mit értünk hazugság alatt. Másrészt, hogyha csak úgy, mint a figyelemmel, és megjegyzem, a filozófia majd minden fogalma ilyen, ha mégis pontosan definiálni akarnánk, akkor kicsúszik a kezeink közül. Most egy nagyon egyszerű definíciót fogok mondani, ami úgy hangzik, hogy önmagunk és mások félrevezetése, valótlanság állítása révén. Tehát valótlanságot állítani abból a célból, hogy másokat vagy önmagunkat félrevezessem. Ez egy, inkább mondjam így, körülírása a dolognak, egy körülírása a problémának. De ha a hazugságról beszélünk, akkor hát mondhatjuk azt, hogy az emberi kultúrtörténetről, az emberi történelemről, az emberi jellemről, az emberi természetről beszélünk. Tehát, hogyha megvizsgáljuk azokat a mondjuk így kulturális dokumentumokat, drámairodalmat, filozófiai műveket, amelyekben értekeznek a hazugságról, akkor nagyon érdekes dolgok derülnek ki. Én most Szofoklészt fogok folyamodni. Ahhoz a Szofokléshoz, akinek a
Filoktétész című drámája, talán kevésbé ismert, mint a többi. Csak hogy van egy jelentősége ennek a művének, mégpedig az, hogy úgy szokás mondani, hogy ez az első európai olyan kulturális dokumentum, ahol a hazugságot magát, hogy is mondjam, központi szerephez juttatják, és hasznosnak tartják. Ki fog derülni, hogy miért. Nem fogom elmondani természetesen az egész drámát, csak két mondatnyi fölvezetés. A dráma szerint, ugye a Filoktétész című dráma szerint még mindig a trójai háború ideje zajlik, már évtizedek óta bolyonganak a hősök, nem tudnak megnyugtokodni a lelkek, nem ér véget a háború. Egy módon érhet véget a háború, hogy Filoktétészt, akit a háború legelején kitettek egy szigetre, őt visszahívják a háborúba az ő íjával, mert ez az íjon olyan erővel bír, mint hogyha atombomba lenne, hogy ezzel a kifejezéssel éljek. Egyszeribe győzelemre viszi a seregeket, és véget fog érni a háború. Igen ám, de Filoktétész nem akar jönni. Kéreti magát. És Odysseus cselt akar vetni. Egy rövid párbeszédet fogok idézni. Neoptolemos, ő Achilleus fia, és Odysseus között, hogy mi zajlik le. Hazugság, cselvetés, elferdített beszéd lesz a mondandójának a lényege. Illetve hát az, hogy a hazugság úgy van beállítva benne, hogy a hazugság egy elérendő cél érdekében nagyon is szükséges és fontos eszköz. Tehát nem kerül feltétlenül morális megítélés alá. Idézem a beszélgetést. Neoptolemos. Nos, mit kívánsz, szólj, Odysseus, hogy Filoktétész szívét a ravasz beszéd művészetével törbejtsd? Tudom, fiam, hogy a természet tégedet nem csalvaságra, cselfogásra oktatott, de szép a győzelem, jutalma rajta hát, merészelj, aztán majd újra igazak leszünk. Ez egy fontos kifejezés. Tehát hazudj nyugodtan, majd ott ráérünk utána igaznak lenni. Neoptolemos. Én cselfogásra nem születtem, erővel én őt elragadni kész vagyok, de csellel soha. Odysseus. Dicső atyának sarja. Míg ifjúval ég, lassú nyelven volt, s gyors kezem magamnak is. Az életiskolája megtanít rá, mindenben a nyelv az úr a földön, s nem a tett. Itt egy pillanatra megállok, és egy nagyon fontos különbségtétel történik. Nem a becsületes tettek irányítják a világot, hanem úgy tetszik a hazug szó. Menj hát, Neoptolemos, hazug szóval, elferdített beszéddel, vesd tört Filoktétésznek, szerezd meg őt a csatának, és majd mikor megnyertük a csatát, hiszen sikeresek leszünk, majd utána újra igazak leszünk. De folytatom. Neoptolemos. Nem azt kívánod, hogy a nyelvem hazug legyen? Odysseus. Filoktétészem, mondom, csellel végy erőt. Neoptolemos. Nem tartott szégyenletesnek a hazugságot? Odysseus. Nem, ha célhoz vezet. Eddig az idézet. Tulajdonképpen a lényeg benne van. Nem szégyenletes dolog a hazugság, ha eszközként célhez vezet. Tehát ez a kulturális dokumentum arról szól, és akkor kiki, vagy mindannyian tekintsünk a saját életünkre, hogy eszközként hogyan tekintünk a hazugságra, ha általunk megítélt jó módon, de hát ki ítéli meg, hogy mi a jó cél, és mi a rossz eszköz. Most itt úgy van beállítva, és az európai kultúrában én értelemben ez a másodlagos erkölcs szerepet is kapott, hogy jó cél érdekében rossz eszköz bevetése lehetséges. A hazugság, mint rossz eszköz, a jó célról van szó, nagyon is lehetséges. Ez a másodlagos morál. Az elsődleges morál, az elsődleges morál embere, mondjuk így Neoptolemos, az visszahőköl ettől. Csak az egyenes beszéd, csak a tettek, a hősies tettek azok, amik számítanak. De mit mond Odysseus? Nem a tettek, hanem a szavak irányítják a világot. És ez elég jelentős különbség a
mi tekintetőben. És azzal zárja egyébként Odysseus a mondandóját, hogy idézem megint csak, hogy ha már a siker a miénk, aztán újra igazak leszünk. Platón Gorgiásza. Platón a Gorgiász című dialógusában ugyancsak kitér a hazugság problémára, itt most nagyon röviden fogom. Szokratész és Gorgiász között zajlik le egy párbeszéd, egy dialógus. Idézem. Gorgiász. A legfőbb jó az a képesség, hogy beszédeinkkel meggyőzzük a bírákat, tanácsnokokat, polgárokat. Beszédet hatalmával szolgálda teszed az orvost, aki értesz hozzá, hogyan kell szónokolni, és a tömegeket ógoskodással meggyőzni. Szokratész. A szónoklást, ha jól értem, a rábeszélés művészetének mondod. Gorgiász. Fő törekvésem csak ugyanez. Szokratész. Hogy mi tulajdonképpen a dolgok valódi természete, azt éppen nem kell tudnia, elég, ha a rábeszélésnek valami fortiát kieszeli, hogy a tudatlanok előtt úgy leessék, mintha többet tudna a tudóknál. Miről van itt szó? Szokratész itt a valóság, vagyis a jelenség képlékenységéről beszél, arról beszél, hogy mi a látszat. Tehát, hogy nem az a fontos a gorgiászi érvelésben, mondja Szokratész, hogy mi is a valóság maga, hanem az a fontos, hogy mit tudok a valóságként elhitetni. A kettő között óriási különbség van, és ehhez bizony a hazugság maga kell. Hozzáteszem, hogy a szónoklatot, ugye az elhitetés művészeteként határozzák itt meg, és tágabb értelemben a későbbiekben a politikát is az elhitetés művészeteként határozzák meg, ami mögött ugye az a gondolat húzódik meg, hogy nem az a fontos, hogy mi a valóság, hanem amit valóságként tudok elhitetni. Valóságként elhitetni valamit, az pedig, hát mondjuk így a hazugság világa. Ugorjunk egy nagyot, mert vészesen múlik az idő is. Kant. Kantnak van egy nagyon fontos műve, ígérem, nem fogok nagyon spekulatív gondolatokat idézni tőle, aminek az a címe, hogy az erkölcsök metafizikája. Ennek egy bizonyos passzusában Kant értekezik a hazugságról is. Nagyon beszédes a címe is ennek a fejezetnek, mégpedig az, hogy az ember kötelessége önmaga, mint pusztán morális lény iránt. Idézem a gondolatot. Az ember önmaga, mint pusztán morális lény iránti kötelesség, legnagyobb sérelme, az igazmondás ellentéte, a hazugság. A hazugság lehet külső vagy belső. Az előbbi esetén a másik, az utóbbinál saját szemünkben válunk megvetés tárgyává, és sértjük meg a személyünkben lévő emberiség méltóságát. Az igazi bűn nem is ez a kár jelenti, ami ezáltal másokat érhet. Ez tehát itt nem lényeges. Még az a kár sem, amelyet a hazug idéz önmagának. A hazugság az emberi méltóság elvetése és szinte megsemmisítése. Miről van itt szó? Ebben az utolsó gondolatban van a lényeg. A hazugsággal az a baj Kant szerint, hogy ezáltal mintegy elveti az emberi méltóságot. Márpedig ennek az elvetése az ő felfogása szerint becstelenség. Az emberi méltóság a legfontosabb, amire vigyáznunk kell. Nem azért nem szabad hazudnunk Kant szerint, mert ezzel kárt okozok másnak. Nem is azért, mert mondjuk ez miatt elvesztem a lelki üdvösségemet, mint ahogy mondjuk Szent Ágoston állította volna, hanem azért, mert elvesztem a méltóság, az emberi méltóságomat. És akkor, hogyha már mint említettem Szent Ágostont és Kantot, van egy dolog, amiben ők ketten közös nevezőre hozhatóak, miközben nem csak 1500 év választja el őket, hanem a gondolkodások közötti világok különbsége is. Egy dologban azonban van közöttük összhang, amit úgy nevezhetünk néven, hogy az igazmondás premisszája tekintetében közös állásponton vannak. Azt mondják, hogy az embernek semmilyen körülmények között nem szabad hazudnia. Meg is ijedhetnek, ha kortársak lennének, és ezt látják, meg is ijedhettek volna.
attól, hogy ők ebben a tekintetben közös állásponton vannak, hiszen, mint mondtam, világok választják el őket. Miről van szó? Mert hiszen mégis van különbség. Ugye említettem, hogy Kant az emberi méltóság elvesztését félti a hazug embertől, vagy a hazugságtól magától. Szent Ágoston pedig azt mondja, hogy a hazug ember a saját lelkének üdvösségét veszti el. Nagyon lényeges a különbség. Emberi méltóságot elveszíteni, vagy lelki üdvösséget elveszíteni nem ugyanaz, még akkor sem, hogyha mindkettő mögött a hazugság tilalma, vagyis az igazmondás premisszája állna. Ugyanis bármelyik felfogásról is van szó, akár a lelki üdvösséget, vagy az emberi méltóságot veszítjük el a hazugság által, ez a kettő egyre megy, felfogások szerint ugyanis értéktelenné válik az emberi élet. Önámítás. Ugye azt mondom, hogy a hazugság nagyon népes családjában húzza meg magát az önámítás. Az az önámítás, amiről azt is állítom, hogy ez a legveszedelmesebb. Ez a legdurvább eset a hazugságnak. Látszólag bennünket az a hazugság sért legjobban, amikor valaki más akar becsapni engem nagyon durva módon. Az sem szokott sérteni bennünket, amikor mi csapunk be másokat. Itt meg szoktuk találni a fölmentést, vagy mentséget szoktunk tudni keresni, tehát egy jó okom volt nekem arra alapon. De nem ezek a legdurvábbak szerintem, hanem önmagunk ámítása, önmagunk félrevezetése, hogy miért? Hát azért szerintem, mert itt folyamatosan önmagunkkal van elszámolni valónk. Önmagunkról, magunkról van szó, és hát a tétje sem kicsi. Úgy is mondhatnám, hogy mindössze az élet maga. Egyébként is, és egy kicsit akkor itt gyorsabbra fogom a mondandómat, vita zajlik arról, hogy lehetséges-e az embernek becsapnia, önállítania önmagát. Két gondolkodót fogok itt most felidézni. Egy kortársat, Roger Scruton nevű angol kortárs eszmetörténész, és Jean-Paul Sartre-tól fogok gondolatot idézni. Scrutonnak megjelent egy műve, ami magyar nyelven is elérhető, az a címe, hogy a pesszimizmus haszna és a hamis remény veszélye, és a következőket írja benne. Idézem. A pesszimizmus hasznának tanulmányozása feltárja az emberi természet egyik legérdekesebb vonását, nevezetesen azt, hogy a nyilvánvaló tévedéseket a legnehezebb megcáfolni. Az ok az észnél mélyebben keresendő, olyan érzelmi szükségletekben, amelyek minden eszközzel megvédik magukat, és nem mondanak le a könnyen szerzett illúziók vigaszáról. Ezek sokszor olyan alacsonyabb szintű hiedelmek és érzelmi reakciók, amelyek fajunk számára egykor hasznosak lehettek, de többé már nem azok, viszont húzalozva vannak az agykéregben, és nem rendítheti meg őket olyan gyenge valami, mint egy érv. Eddig az idézet. Miről beszél itt Scruton? Érzelmi szükségletekről, illúziók vigaszáról, milyen gyökerező tévedéseinkbe vetett ragaszkodásunkról, és így tovább, és így tovább. Előítéleteinkről. Tehát egyáltalán arról a problémáról, hogy az ember élete illúziókon nyugszik, mindannyian saját illúziónk kreált világában élünk, és mi ez, ha nem önmagunk ámítása? Itt most pontot teszünk erre a gondolatkörre, illetve nyitva hagyjuk egészen pontosan, és áttérünk Jean-Paul Sartre-ra. Jean-Paul Sartre ugye is pont az ellenkezőjét mondja. Ugye Scruton azt állítja, hogy nem csak, hogy lehetséges önmagunk becsapása, hanem maga az élet ezekre az illúziókra épül. Jean-Paul Sartre-nak a legfontosabb, vagy legnagyobb műve, vagy legnagyobb hatású filozófiai műve az a Lét és a semmi című, és ennek van egy fejezete, amiben a hazugságról és rossz hiszeműségről értekezik, és arról is ír, hogy mi is a helyzet az önmagunk ámításával, önmagunk becsapásával. És azt mondja, hogy ez szerinte lehetetlen. Logikailag teljesen lehetetlen. Ugyanis a hazugságnak van egy kettősége.
a hazug és a becsapott félkettőségéről van szó. A hazug ember ismer valamit, a valóságnak egy szeletét, amit el akar rejteni a becsapott elől. És ez ugye ebben az esetben lehetséges is. Ám folytatja Sartre, és azt mondja, hogy az önállítás esetében ez a kettősség nem létezik. Ugyanis egyszerre lennék hazug is, meg a becsapott is. Vagyis magam elől akarok elrejteni valamit, amit valójában tudok. És hát ez szerinte lehetetlen. Nem fogom idézni idő miatt azt a passzust, hanem azt hűzöm hozzá, hogy azt hiszem, hogy Jean-Paul Sartre-nak ebben nincs igaza. Ugyanis vágyak és érzelmek tekintetében az ember nagyon is képes önmaga becsapására vagy félrevezetésére. És hogy hogyan is néz ki az önállítás, és azt mondom, hogy egyáltalán nem lehetetlen, sőt, egyáltalán nem fölösleges és nem is haszontalan, azt be fogom tudni mutatni a vágy villamosának egy példáján. Ugye Tennessee Williams drámájáról van szó, Vágy villamos a című drámájáról, amely bemutatja önmagunk félrevezetésének a mechanizmusát. Nem fogom elmondani a drámát, inkább csak kedvet szeretnék csinálni ahhoz, hogyha valaki még nem olvasta. Ennek a drámának a főszereplője Blanche, aki egy vidéki tanárnőként érkezik meg New Orleansba, az ő húgához, és a vasútállomásról a Vágy villamosa nevű villamossal utazik az ő húgához. Itt elkezdődik egy bonyodalom sor, nem fogom ezt sem elmondani az egészet, de az alapja az, hogy Blanche teljesen másnak adja ki, mutatja magát, mint ami. Elfedi azt a valóságot, ahonnan érkezik, hogy ő egy sikertelen vidéki tanárnő, aki még a családi házat is elkótyavetyélte, és másnak mutatja magát. Idézni fogok egy nagyon rövid párbeszédet Blanche és az ő szerelme között, ami zajlik, hiszen már hónapok óta New Orleansban van, lett egy szerelme Mitch, csak hogy van itt egy probléma. Mitch és Blanche, amikor találkoznak, különös módon mindig fél homály van. Sosem látja Mitch a maga valójában Blanche-t, hogy ő már, ugyanis hogy alkalmaz Mitch, hát, hogy ő már nem fiatal. Tehát, hogy van itt titkolnivaló, nagyon röviden. És a következőképpen hangzik a párbeszéd, aminek a végén elhangzik az a mondat, ami szerintem önmagunk ámításának a kulcsmondata. Idézem. Mitch, más szóval sohasem nézhettem meg jól magát, Blanche. Blanche, hová akar kiukadni, Mitch? Gyújtsunk világosságot. Blanche, riadtan. Világosságot? Milyen világosságot? Minek? Mitch, hogy egyszer igazából jól megnézhessem. Blanche, remélem nem akar csak ugyan megsérteni. Mitch, nem, csak a valóságot akarom látni. Blanche, nekem nem kell a valóság. Mitch, azt elhiszem. Blanche, megmondom nekem, mi kell. Varázslat. Igen, igen, én varázslattal szeretném megajándékozni az embereket. Én mindent elváltottatok a kedvükért. Most jön. Nem az igazat mondom, hanem azt, aminek igaznak kellene lennie. És ha ez bűn, hát akkor kározzam el érte. Nem az igazat mondom, hanem azt, aminek igaznak kellene lennie. Erről a mondatról állítom azt, hogy az önállítás alapmondata, vagy kulcsmondata. Mindig mögötte van valamiféle frusztráció, és mindig ott van mögötte egyfajta vágyott világ, ahelyett a valós, szürke, hétköznapi, poros valóság helyett, amiből elvágyakozunk, és egy másik valóságot akarunk teremteni helyette. Ezzel együtt is azt mondom, hogy maga a vágyott világ, aminek igaznak kellene lennie, nem feltétlenül káros. Maga az önállítás nem feltétlenül káros, csak akkor, ha úgy csináljuk, ahogyan Blanche tette. Ugyanis én mindenféle önreflexió nélkül tette mindezt, másik világot hazudott maga köré, és elvárta, hogy a környezete asszisztáljon mindehhez. Garantált konfliktus helyzet. Tehát, hogy is mondjam, pszichológusok nem feltétlenül javasolnák élvezetési tanácsként
azt, amit Blanche elkövetett, és hát itt nem mondom el a dráma végét, hogy mi fog történni, azt majd olvassák el. Miről van itt szó? Rendkívül nehéz szembenézni saját hazugságainkkal, saját valóságunkkal. Tehát, hogy miért van szükség önmagunk ámítására? Hát részben azért, vagy legalábbis ez az egyik vonulata, és akkor közeledek a végéhez, meg az időn végéhez is, azt hiszem, mert van valami frusztráltság mögötte, van valami sikertelenség, van valami, ha úgy tetszik, érvényesülési hiány az életünkben, amiből ki akarunk törni, és helyette egy vágyott valóságot megfogalmazni, amit tehetünk oly módon is, hogy ebben sikeresek leszünk, de tehetjük olyan buta módon is, ahogyan Blanche tette. Mert hogy ha nehéz is szembenéznünk saját hazugságainkkal, akkor tesszük jól, ha szembenézünk, ha reflektálunk rá, tehát nem marad reflektálatlan, ezt mulasztotta el Blanche, és bizony ezt mulasztotta el, hogy visszatérjek akkor az előadásom legelejére, Ibsen vadkacsájában a Hjalmar Ekdal is. Hjalmar Ekdal ennek a drámának a főszereplője. Ha azt mondtam, hogy Blanche egy hétköznapi szürke valóság helyett akart magának önállítása révén egy színes valóságot varázsolni, ugye nem az igazat mondom, hanem azt, aminek igaznak kellene lennie, Hjalmar Ekdal teljesen más tett. Ő másként állította önmagát, majd mindjárt fogok ebből is idézni, és az lesz a mondandóm vége. Az ő nagyon leegyszerűsített önállítása azon alapult, hogy tehát ezzel tudják, ez a tipikus hétköznapi dolog. Tehát ez a vihettem volna én is valamire, lehettem volna én valaki, érvényesülhettem volna, csak hát ugye a körülmények. Tehát ez az önfelmentő dolog. És hát zajlik itt egy párbeszéd ebben. Megint csak nem mondom el a végét. Csak kedvet próbálok csinálni. Zajlik egy párbeszéd a dráma két szereplője között, Relling doktor, illetve Gregers, aki Hjalmar Ekdal a főszereplő házában él, illetve élnek. Következő párbeszéd zajlik. Relling. Ja, bocsánat, Gregers. Mondja, ha maga ilyen rossz véleménnyel van Hjalmar Ekdalról, akkor mi örömet elik abban, hogy reggeltől estig vele tölti az idejét. Relling. Az Istenért hát végtére is orvos volnék. Ezért mégiscsak úgy való, hogy törődjem a szegény betegekkel, legalább azokkal, akikkel egy házban lakom. Gregers. Ne mondja. Szóval Hjalmar beteg? Relling. Mondja, kiben beteg ezen a világon? Gregers. És Hjalmarnak milyen kórát kap? Relling. A szokásos Relling féle gyógymód, igyekszem tápot adni az önámításának. Gregers. Jól értem, tápot adni? Relling. Igen, azt mondtam, tápot adni az önámításának, mert tudja, ez a hazugság az élet mozgató rugója. Ezzel a gondolattal kezdtem a legelején. Gregers. Szegény, boldogtalan Ekdal hadnagy, hát igen, neki aztán tényleg le kellett mondani a ifjúkori eszményeiről. Relling. Kérem, ne használja ezt a finomkodó kifejezést, hogy eszmény. Van erre nekünk egy egyszerűbb kifejező szavunk is, a hazugság. Gregers. Ön szerint ez a két dolog összefügg? Relling. Igen, körülbelül úgy, mint a malária meg a váltóláz. Gregers. Relling doktor, én addig nem nyugszom, amíg ki nem mentem Hjalmart az ön karmai közül. Relling. Nagy rosszat tenne vele, mert aki megfosztja az átlagembert az élete nagy hazugságától, a boldogságát veszi el tőle. Ez az alapkérdése ennek a drámának, és hát kicsiben, nagyban, olykor mindannyiunk életének, és ez az alapkérdése, vagy az egyik kérdése, megfosztani másokat, vagy megfosztani magunkat önállításaink tárgyától, ad abszurd életünk hazugságától, az egyszerre teheti az embert boldoggá is, meg boldogtalanná is. És hát mondjam így, akkor ez lenne az utolsó gondolatom, hogy csak egy csipetnyit kell talán kételkednünk abban, amit Relling doktor mond. Köszönöm szépen a figyelmüket!